Reggel 8, végre előttünk az egész nap. 5-5-5, 21-09, igen. Good day. Oké. Tehát neki jó napja van, ezt megtudtuk. Hát ezek a mindennapos dolgok. Locsolni kell. Jó, igen, füvet azt akarok eltenni. Legyen ebben is kettő, mert akkor, ha esetleg úgy van, akkor ebből is tudunk eladogatni. Most már tényleg, mint egy lakóautó. Ennyi cucc van benne. Jó. Azt mondja, hogy szeretném, hogyha te velem jönnél. És mivel nem megyünk most be a bömössel, ezért így abba fogom betölteni ezt a maradék üzemanyagot. Aztán majd úgy is hozok cuccot. De akkor legalább ebbe is van egy kis plusz nyár. És szeretném, hogyha végre meg lenne a győzelmi sorozat. Jó. Na. Azt mondja, hogy ezt hova a francba kell főrakni? Oda. Valahogyan. Jó. Ugye egy kicsit a kocsi merevségén javítunk, ezáltal a kanyarokban stabilabbá tud válni. De hát az se lenne egy hátrányos dolog, hogyha sikerülne fölgumizni rendes gumikkal, de mindegy, ne akarunk túl sokat. Egyelőre a versenyek folyamán nem azt érzem, hogy az autónak a kiugró teljesítménye miatt vagyunk is esetleg lassúak. Szóval ebben a teljesítményt kéne növelnünk, és majd, ha az megvan, akkor lehet gondolkodni abban, hogy kerekezni. Na most, ezt ki kell találni, hogy a kipufogó csövet, ezt miként tudjuk levenni. Aha, itt van egy. Tudom, még egy. És megnézzük, hogy azt így le tudjuk-e applikálni. De valószínűleg nem. Ja. Főpattanunk a kis kocsira. És megnézzük, hogy mi a helyzet. Ugye innen kicsavartunk kettőt, az oké. Okay. Itt van egy tartó. Meg az is ennek egy tartója? Igen, azt kicsavartuk, jó. Azt mondja, itt van egy tartó, ebben van egy csavar. Kettő. És elvileg ennyi. Jó. Akkor nézzük meg a dolgokat, hogy mi a helyzet. Most itt hogy áll? 50-es. Jó. Az így, nekem szimpi. Hol a spanner? Te raktam. Valahol? Igen. Na, lássuk a medvét. Meg kell találni a kipufogót. És mindenek előtt. Úgy érzem, egy kicsit eltévedtem. Jó, igen, innen kicsavartam. Itt van egy.
Vagy. Ezt jól eldobtam. Oké. Szerintem már levehető. Vagy nem. A kérdés az, hogy miért nem. Le kell venni hozzá a hátsó dobot. Nincs kizárva. Ezt kicsavartam. Ups, ezt most jól eldobtam. Hát akkor vegyük le azt is. Hogy ezt ezen ülve nem tudjuk megcsinálni azt, hogy leveszünk dolgokat. Ha. És akkor azt így, hogy... Nekem az kell ott. És ennél jobban nem tudok lehajolni, szóval... Hát pedig ez így. Nem egy egyszerű mutatvány akkor. Bármit nyomok, ez nem engedelmeskedik. Pedig így nem le van csatlakoztatva. Szóval valahogy ki kéne onnan hebrákolni. Kérdés, hogy hogy? Igen, ez nem olyan Vanszamer káros dolog. Nem esett le az a vacak? De. Na. Jó. Tehát nem így kéne levenni dolgot, de mi így vettük le a dolgot. Ezt vajon meg tudjuk mérni? Ez 30 kilós ez a cucc. És vajon majd ezeket a dolgokat el tudjuk adni a ezébe? Az szép mutatvány volt. Ez 35 kiló. Jó, akkor ezzel is nyerünk egy kis súlyt is. Szerintem az autó alá szeretném berakni. Köszönöm szépen. Egy ide. Nem teljesen értem, tehát, hogy zsír. Na, most gyorsan föl kell dobálni rá az összes ízét csavart, mielőtt lehullik magától. Ezért a mindegyiket nagyjából ott, ahol esedékes. Ja. Erre szépen ide. Na, hát oké, szép új kipufogó rendszerünk az meg lesz.
Így már semmi nem állhat a győzelmünk útjába. Ezért valószínűleg erhez még lenne egy-két szavukadoknak a srácoknak, de mindegy. Jó, azt mondom, hogy az autó tuning az most így ezzel elkészült. Megyünk és shoppingolunk. Sikerült mindkét hordót elhagynom. Én ezért kell biztonságosabban vezetni. Tehát ez nem az én világom. Na. Egy hordó, két hordó. Ezt földobjuk. És veszünk még egy hordót. Többi cuccunk az van. Igen, ez nem kéne, de... Ja, hordót akartam venni. Erre az pont nem sikerült. Jó, és akkor még bevásárolunk. Aztán rohanunk, mert szeretnék visszaérni versenyre. És végül csak azt nem sikerült megcsinálni, amit még a legelején mondtam, tehát hogy azóta sem néztük meg, hogy hol meg mennyiért vesztegetnek dolgokat. Hoztam izét, füvet. Jó, előbb tankolunk. Nem ebbe. No. Jó lenne, ha felállná. Azt nem hallotta senki. Csak a prémium üzemanyag, mert csak az a jó. Pedig azon nincs is hatósági ár. Jó. Jó nagyot! Hello! Friend chipünk. Ez megnevekedett. Megmondom őszintén, nem látom sok értelmét ezeknek. Jó, a gumiknak még azt mondom, hogy talán, de úgy, így ennyi. De, mint ahogy arról már beszéltünk, először izé legyen. Teljesítmény. Elszom. És akkor állt egy kis pénz a házhoz. Ezeket amúgy is akartam vinni. A maradék két felnit azt ozsdamentesítsük. Egyébként azt mondjátok meg nekem. Álmodjátok meg, milyen színű legyen a Verda. Ezek a színek vannak. Jelen pillanatban itt kint. Ez clear. Az ilyen clear. Fehér, fekete, matt, piros, zöld, kék, ilyen mindenféle. Szóval azt mondjátok meg, rátok bízom, aztán meglássuk, hogy igen, ezek klasszik, street, nem akarok ilyesmit most. Inkább majd valami sportcuccot vásárolunk, hogyha lesz már annyi cuccunk. Na, van két hordónk. És már ha már beszéltünk róla, akkor menjünk el ott körbenézni. Oké, nálam vannak a hordók, ez nem annyira szerencsés, de mindegy. Na szóval ez az a terület, amiről beszéltem, hogy Isten igazából itt bár járni már jártunk, csak azért, hogy fölmenjek a elektronos kehítésre, tehát hogy a
szélkerekekhez, nem tudom már sosem ilyen neve, szélerőműhöz. Dorogatnak az ezek cuccok közben, azt nézem. És hogy itt még nem jártunk. És elmondom, hogy ez miért fontos. Ha megnézzük, van egy ilyen térképünk. Ugye azt mondja, hogy ott a 10 per 10 az MMM az a izé, az a szirupos. A 10 per 10 az ezek szerint a benzinkút. Ha megnézzük, akkor jobb fölül van a... Igen, ott elindulunk. Most jöttünk le ott, hogy ott van az a össze-vissza hely. Várjunk már, ott van lent egy ide. A Diable az gondolom az a valami ördögkanyar. Tehát, hogy ott nem illik annyira gyorsan menni. Ezek szerint van az a Pazbő Mai Gentil, az a mézénk, tehát az a tesónk. A Roulette az a mi házunk, és akkor van ott kettő hely, amit meg kell nézni, kettő vagy három. Ez a parfi, az nem tudom, hogy micsoda lesz. Na mindegy, most eljöttünk ott balra a szélkerekek mellett, az a lényeg. És itt kell tovább mennünk, és körbenézni, hogy mi a pálya. Egyet valahol elhagytam. Nem néztem ezek szerint eléggé. De nincs olyan messze. Legalább. Ez a hordó drága budi, szóval nem akarjuk őket itt hagyni. Balra még mindig a szélkerekek vannak, szóval elmegyünk jobbra. Érdekes utak vannak itt. Szóval kicsit hajtani, hogyha vissza akarunk élni a versenyre. Szerintem egyébként elnéztem a térképet. Aha. Itt a roncstal. Jim's Jupulle. Oké. Na vagyunk még friendek. Ez meg hiába van, itt nem tudjuk elvinni. És van itt valami érdekesség? Nem tudom, hogy itt mit találhatunk. Mert így szemlátomás, nem látok semmi olyan extrém dolgot, ami jó volna. De valami értelme csak van. Viszont így, hogyha felcsapjuk az izét a térképet, akkor azt látjuk, hogy van ott az a parfé, mivel szerintem följebb vagyunk a... mert ugye ez a zsáknak a cucca. Szóval benéztem, és oda nem mentünk le ahhoz a parféhez. De mindegy. Még azért megnézegettem, hogy látok-e valamit. Aztán lehet, hogy csak akkor lesz itt valami érdemleges, ha már föl van oldva. Itt az a járgány az eléggé vezethetőnek tűnik. Szóval lehet, hogy itt az lesz az érték. Ha majd egyszer eljutunk odáig.
Jó. Na, menjünk tovább. Nézzük meg, hogy mi van még itt. A hordók még megvannak. Ez lesz az, amit megjelzett a térkép, meg van mindkettő faszat. Ez lesz a cottage. 5300. Ilyen jó. Viszont az már látszik, hogy itt azért van bőséggel fa. Cottage az meg valahol ott lesz hátul szerintem, de most nem akarok. Nem, ott van lent. Ne, az. Az lesz az. Aha. Ah, igen, itt is van azért be fa bőven. Szóval nem lenne rossz ezt megszerezni viszonylag rövid távon, de azért 5000 pénzt összehozni nem egy kis mutatvány. Jó. Na, oduljunk, mert még dolog van. Elvileg, hogy balra menjünk, akkor indulunk el visszafele. Mármint, hogy a roncstelep fele. Ha jól értelmeztem. És itt kéne átvágni ahhoz, hogy lejussunk oda, amit jelez a... Itt egy part, ott egy idő. És itt van valami érdekes? Van lent valami. Hát mi az ez? Baggy Bart. Sír. Lesz ülés a Baggy-ba. Na, akkor egy kipipálva a Baggy-hoz. Ez egy pozitív dolog, úgy vélem. Jó. Szerintem akkor itt az a lényeg, hogy ez itt volt. Ebben nem hiszem, hogy lenne bármi. Hegesztett Diffy. Ugye, hogy ezek miért fontosak? Ezt most nem fogjuk berakni. A lényeg az, hogy ugye a diffik közül van, hát ugye több darab, az alap, ami valószínűleg nekünk is bent van, az egy nyitott nevezetű differenciálmű. Ez annyit tesz, hogy mindig oda megy, arra a kerékre megy a teljesítmény, ahol aminek kisebb az ellenállása. Tehát, hogyha egy csúszós úton mondjuk, csúszós, nedves, vizes, tök mindegy, hogy nevezzük, tehát, hogyha egy olyan úton haladunk, az az egyik keréknek hirtelen kisebb lesz az ellenállása, akkor az fog kipördülni. Ezért van az, hogy erősebb autók környékén, ami már bírja azt, hogy mit tenni, ez a burnout, sose láttam nagy értelmét, de mindegy, sokan szeretik.
Hogyha egy ilyen autó, ami nyílt diffi van, az nagy gázzal indul el, akkor csak az egyik kerék nyomán marad keréknyom, mert ugye az veszti el a tapadást alapvetően, és azt kezdi el pörgetni továbbra is a diffi. Most ellen szemben az úgymond hegesztett differenciálmű, amit mi most találtunk. Merre kell menni? Leértem az útról, úgy érzem. Az a hegesztett, ez azért hegesztett, mert a két rész, ami ugye meghajtja a két fél tengelyt, ezt így szépen állandóra csinálják, így mind a két kerék állandó sebességgel fog fordulni, mert összhangba fognak forogni. Ez kanyarban nem egy előnyös dolog, mert ugye, hogyha kanyarodik az autó, akkor a két keréknek, két oldali keréknek ott különböző sebességgel kell mozognia, hiszen ha kanyarba mész, akkor itt például ebbe a kanyarba ez a kerék, ez kevesebbet fog forogni, mint a másik. Így ilyen szempontból a kanyargós útra ez a hegesztett diffi ez nem jó. Aztán ott van a másik, amit már láttunk a fekete furgonos emberkénél. Ugye ez az LSD, ez egy önzáró differenciálmű lényegében. Az annyit tesz, hogy amikor gázt adunk rá, akkor történik meg az, hogy összezár a diffi, és mindkét oldali kerék az ugyanannyival fog menni. De hogyha éppen nem kell, éppen is lepadlózva, akkor úgy viselkedik, mint egy nyílt diffi, és éppen ezért ez a LSD típus az, ami a leginkább jó lesz a számunkra. Hosszú távon. Jó, azt mondja, hogy ezt akkor viszont kirakjuk ide, hogy meglegyen. Egyébként egyelőre még akár jó is lehetne. A dolog. De jó, ezt felrakjuk a bagira. Alakul. Szépen lassan. Nem ezzel fogjuk most megváltani a világot. Na, beestelődött közben. Iszunk egy szirupot, és reménykedem, hogy sikerül. Ezzel beállunk inkább addig. Reménykedem, hogy sikerül eljutni a versenyre, mert azt még szeretném nagyon megcsinálni. Jó. Lassan ráérzek, hogy hol van az autónak, hol vannak a dolgai. Remélem, hogy most is meg tudjuk még verni a srácot. Sokkal dinamikusabban reagál a gázpedálra egyébként. Gázpedálra, kormányra. Ja. Na, lássuk. Szavasz. Megtettem a tétjeimet. Így éjszaka nagyon droppol az izé.
Annyi fix, hogy könnyebb volt most lehagyni, mint eddig. Best time. Még rekordot is döntöttünk. Érzem, hogy megérte ez a kipufogó upgrade. De megpróbálok rájuk sózni őt. Füvet. Hát ha. Na, és már ide. Végre elviszi. Jó? Reward. Spoiler! Yeah! Valahol berakjuk oda hátra. Zsír, azért az sokat fog dobni a kocsinknak a... az ilyen... kinézetén legalább. Azt mondja meg valaki, hogy hol a francba lett a... Hopp, ott van. Kettem. Oh. Ja, hogy ő Big Packet akar, értem. Akkor neki egy tízes adagot kell. Jó. Na. Jól állunk, azt kell mondjam. Tehát van pénzünk, nyertünk zsinórban ötször. Vissza kell érni, hogy energiánk legyen. Szóval most egy kicsikét sietősre veszünk a figurát. És ennyi. Tehát most azért így nem állunk rosszul, ezt kell mondjam. Valami nagyobb upgrade lassan meg lesz. És már csak az a kérdés, hogy az autóhoz, vagy az ültetvényhez legyen. De minden esetre ez már majd a következő részre fog majd maradni. Most egyelőre az a kérdés, hogy visszaérjünk időben, hogy lefeküdjünk aludni. Vagy reggel megint sétálhatunk vissza a kocsiért. Egyébként mondjátok meg ti, mit szeretnétek, hogy merre megyünk, az autótuningoljuk, amellett, hogy keressünk pénzt a sziruppal és a többi pénzkereseti lehetőségeinkkel, vagy menjünk abba az irányba, hogy inkább a birodalmat növeljük, úgymond, és akkor előbb keresünk nagyobb pénzeket, és utána mehet a többi. Ezt most rátok bízom, ezt a kérdést. Nem tudom, melyik lenne a jobb, megmondom őszintén. Most már legalább közel vagyunk, tehát hogyha esetleg itt be is alszunk, akkor nem kell messzire menni. Jó. Nem. Csuk már be. Na, generátor. Ez mondjuk nem kell most. Alszunk először csak. Jó, ajtó, ajtó. Hú, éppen hogy. Na szóval, köszönöm szépen a figyelmet. Ubi voltam. Szervusztok. És azért mondjátok el, hogy mit szeretnétek.